Tavasszal a koronavírus járvány első hullámakor Szekszárd polgármestere közgyűlési jogkörében eljárva arra utasította a polgármesteri hivatal dolgozóit, hogy folyamatosan szerezzenek be a város intézményeinek számára szájmaszkokat, gumikesztyüket és fertőtlenítőt. Most a második hullám berobbanása miatt Ácsenzső azt szeretné elérni, hogy az intézmények dolgozói mellett minden olyan család kapjon ingyen fédőfelszereléseket, ahol igénylik ezt. Erről az ország leghallgatottabb rádiócsatornáján, a Rádió 1 műsorában beszélt. Hogyha ebben a többség úgy dönti, hogy mellettem áll és megszavazza ennek a költségvetési forrását, ez kb. 17 millió forintos keret egyébként, akkor bárki, aki igényli ezt, regisztrálni kell, mert nem mindenkinek kell természetesen, akkor ezekhez a védőfelszerelésekhez hozzájut, és akkor nem csak a munkahelyén, az óvodában, hanem a háztartásában is tudja folyamatosan biztosítani a feltételeket. Ácsenzső a Rádió 1-nek adott interjújában arról is beszélt, hogy hétfőtől lép hatályba Szekszárdon az a polgármesteri utasítás, ami alapján minden óvodába és bölcsödébe megmérik a gyerekek lázát érkezéskor. Ez egyfajta játékként is felfogható, hiszen minden reggel minden óvodás gyereknek, bölcsödei gyereknek megmérik a hőjét, ezzel a érintős vagy éppen nem is kell hozzáérni lázmérővel, ezzel meg tudjuk azt akadályozni, hogy esetlegesen beteg gyerek bemenjen és a közösséget megfertőzze. Ácsenzső legközelebb szeptember 25-én pénteken lesz hallható a Rádió 1-en.